Majd ezután megpróbálom. Azt, hogy nem dobtak ki, mert privátam izém vagy mi? Jó, az nem olyan vészes ez a map. Még elég nagy és most nincs korruptom. Annyiból cumi, de ennyi. Igazából. Nem vészes. Jó, még Jenem van, nice. Nő az egyik ügyes játékos, ugye? Hoppá, ketten vannak itt. Ő pont a gyenge. Vagyis szerintem gyenguszkább, majd most meglátjuk. Neki van Iron V-je, igaz? Szerintem nem fogják dobni, de megkockáztatom, do. Aha. Azt a spinbössz. Ah, tényleg is hátulról dobta rám a gyerek, ami ki volt blokkolva. Wow. Ez vajon egy bug, vagy egy új tech? Ezt még nehéz megmondani. Úgy nagyon durva ez a brutál amúgy. Őt biztos békén fogom hagyni. Mind a ketten is itt voltak. A Jolt vajon range-be volt? Igen, ő sprint burst-es, most már tudjuk. Őről nem tudunk semmit. Megpróbálom elkapni build. Jó, nice. Ez ilyen 50-50 volt. Oké. Okay. Elég egyértelmű volt. Nem tudom, flashjuk, flashlátjuk is volt? Nyilván ezt team ID-ke hozzá? Az enyémet is kiadja, pedig ezt az oldalt már próbáltam. Előbb csekkoltad le? Az enyémet? Új tech, én már nem is blokkolom fölös, aha. Jó, ezt észben tartom. Kíváncsi vagyok erre az új techre, jónak tűnik amúgy. Oké, okay. Ja, hogy ő volt az obsession, azt nem is figyeltem. Ja, meg van izém. Ó, oh, basszus, mindegy. Ó, oh, nem próbálta rám dobni? Oké. Okay. Olyan meleg van meg puszulsz, az biztos, hogy nagyon meleg van. Úgyhogy ne felejtsetek el sokat inni. Very, very important in these days. Jó. Nem rossz a Jolt egyébként. Eléggé hasznosnak tűnik most. Ó, ez a brutál, ez valami elképesztően baszó. Úristen, ez mekkora trükk volt. What the fuck? Nem tudja, nem tudja. Gyönyörű, gyönyörű ez az új Death Hard, nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon jó. Csak türelmesnek kell lenni. Tényleg skillesebb lett amúgy, igaza volt. Igaza volt Kristófnak, tényleg sokkal skillesebb lett. Sokkal nehezebb is kivárni, meg sokkal nehezebb is beadni. Ezt a csinál, nagyon mondom, nagyon eltalálták ezt a patchet. 10/10. És nézzük, hogy mindig egy gem van. Ja, az még olyan közel volt, benne volt, nice. Vagy azóta nem nyúltak hozzá. Á, ne! Oh, elengedte a Bill! Pog! Miért engedte el a Bill? És hova mehetett? Most egy overcharge, és itt kéne afkoljak amúgy. Fuck. Ó, oh, bazeg, a másikba volt. Fuck! Úristen, de szépen kivárta. Nice. Viszont... nagyon jól lett volna beadom, mert a Joltnak hasznos lett volna. Miért diszkonektelnek mindig? Hát nem szállított a Save the Best or Last-ra, az 7 stack. Az 7 stack. Viszont csak be tudta fejezni az első gen, de valaki már ki is diszkonektelt. God damn, mennyi diszkonekt van a gémekben amúgy? Benni van olyan challenge, ami azt írja, hogy két illog diffset kell
Selectingen? Nem az, hogy kell, nem tudom, ezt még nem csináltam, de gondolom oda kell menni az első jeloglyphhez, az felszeded, és utána felszeded a másodikat, amikor megtalálod. Ja, az overcharge-ot szerintem be fogom rakni a Jolt helyett kövi game-ben. Itt most nagyon segített volna rajtam. Azt a mindenit. Csak pont az obsession-öm. De kapta rendesen. Úrom atyám, hát igen, nincs Iron V-je senkinek. De nagy spirit meta lesz. Mert PTB nincs hozzat a DC-nek, aha, valószínűleg. Nagyon sok disconnect van, pedig pont az a lényege, hogy csak tesztelgessük, nem ilyen fullos gémeket. Ők megértem, mert mindig eddig az összes gémemben szuper hátrányban voltak. Mindegyikben, eddig mindegyik gémem 4K volt, az összes. És úgy néz ki, hogy ez se lesz másképp. Maximum ilyen hatchiscape lehet, de még az se volt ma. De semmi esélye a Survivoröknek, basically semmi. Oké. Óra, matyám. Ja. Uk. Na ez a rövidebb DS, de ez már rövid ugye. Igazából ennyi volt a DS. És már itt is vagyok mögötte, a DS sem lesz olyan basszó. Azt a kurva, ez nagyon jó balansz rá. Még egy picit useless-é válik így. Legrebelhetlek, please. Hagyj grebeljelek le. Thank you bro. Nem akartam stacket veszteni. De nagy forma vagy. Ez lófaf, ez semmi ez a DS. Úgy DS ez nagyon egy useless perk lett szerintem. Eddig, hál' Istennek eddig se használtam soha. Na és így megtarthatjuk a 8 stack, vagy az 5 stacket. 5 stackkel mehetünk végig most már. Sőt, 6-tal, mert még meg tudtam ütni gyorsan. Let's go, 6 stack, ez tökéletes. Tökéletes. Így nem tudja benyomni a DH-t, ha ugrás közben nem lehet benyomni a DH-t, úgyhogy nem tudod ki DH-zni, ez nagy hiba volt. Jó. Nézzük meg az itteni geneket, egy gen lett kész. Úgyhogy egy Joltom van, meg egy tanatom. Fuck yeah, bro. Azért szerintem ez a DS idő nem olyan rossz, sőt átlagon felül az időtartam. Hogy érted ezt, hogy átlagon felüli? Persze, amikor Benny fékeli be, akkor beveszik a szervig, de ha én, akkor nem elfutnak a picsába? Tudni kell, hogy kinél lehet befékelni és kinél nem. Ha látom, hogy valaki nagyon ügyesen játszik, akkor nem fékelem be neki maximum egyszer. És ha az első fék nem jön be, akkor max még egyszer megpróbálom. És utána elengedem, mert csak időt vesztesz vele. Vannak olyanok, akiken működik, vannak olyanok, akiken nem. Elvileg már nem kéne működnie senkinek, mert nincsen fészhang, hogyha nem fézelsz. Hova tűnt? What the fuck, Houdini amúgy? Lightweight? Respect bro, respect. Én is eddig bírom, mint ez a DS. De van olyan addon, nem? Ez a speed olyan, mint Wraithnél, baszki. Jó cucc. Jó cucc. Hello. De vad vagy. Brutál, bum. Nem mentél nagyon messzire? Szép volt a forgás. Visszaadom. Fuck. A palett törés. Nem szabad itt maradni. Ja, visszaadtuk neki a 360-t. Túl gyors vagyok, nem tudta kinyomni a DH-t, olyan gyorsan kijöttem. Mert eddig mindig kivártam, ez is tök jó, hogy felcseréled a taktikáidat. Mindig kivárod a DH-t, utána egy idő után elkezded nem kivárni. És ő azt fogja várni, hogy te várt, hogy ő DH-zod, és utána DH-zik, de összezavarodik és nem tudja kinyomni. Ez a csávó most kétszer nem tudta kinyomni a DH-ját. Három chase-ből egyszer tudta használni a DH-ját. Ez is egy nagyon jó tax. És ez is egy 4K, vagy max kimegy a hatchen, érted, de most ez nem számít. Szóval, ja, nagyon durva, nagyon durva. Mert nincs MMR, ugye? M1 killerek ide jött el? Hát biztos, hogy visszabalanszolták őket. Hogy ne legyenek annyira lemaradva a többiektől. Meg tényleg ez már nagyon kellett a játéknak.
Egy kicsit ilyen, tényleg kellett egy ilyen patch, ami összép húzza a dolgokat, nem pedig szét. És nem pedig azzal balanszol, hogy akkor nerföl meg balanszol egy-egy dolgot, hanem tényleg a játék core elemét balanszolja. És tényleg az ilyen izé perkeket meg kiszedték a faszba, vagy legyengítették. Ez nagyon-nagyon jó patch. Remélem, hogy most már mindenki látja. Komolyan mondom, ezért nem látod, hogyha érzed, amikor nyaralni voltam, ugye Balantolon láttam ezt az egészet, és akkor beszélgettem ugye veletek, és akkor így felrobbant az agyam, mondom, azt a kurva, hogy azt hiszik a killerek, hogy ez szar lesz nekik? És rendesen megőrültem, mondom, mi van, és látod, tessék, én mondtam, alig várom, hogy PT bizek, én bebizonyítom neked, emlékeztek? Kár, hogy nem lett kiklipelve, mondtam, hogy 4K, véletlen kikaptál, 4K, véletlen kikaptál, 4K, ez lesz a killer gémek, és ezért kell az MMR, ez pontosan ezért kell az MMR. Különben kurva unalmas lenne. Mondta, hogy ez szuper jó lesz ez a patch. És, de örülök, hogy be tudtam bizonyítani. Hallod, hogy olyan, mint egy nagy kő esett volna le a szélre, hogy na végre, Benny. Látszik, hogy nem beszéltél hülyeséget. Látszik. When I was little, I thought I could save the world.